És ismét egy kis Fortnite. A Krisz, neked is szokott lenni olyan, hogy egyszer megy, egyszer nem a játék? Nekem most nagyon nem megy valamiért. Persze, haver! Rengetegszer van, hogy nem megy a játék. Valamikor egész nap nem megy a játék, valamikor vannak pillanatok. Időszakok, amikor nem megy a játék. Nos, kacom, változtattam egy keresőt a beállításokon. Ezt akkor meg is mutatom nektek, ha aki akarja, majd klippelje ki. Hogy lehessen látni, hogy mik is ezek a beállítások. Hát a Packet Loss-om az továbbra is gatya. Az nem tudom, mit lehet csinálni. Tehát idegesíti ez a Packet Loss. De akkor nézzük, hogy mik is ezek beállítások. Tényleg nagyon röviden. Azt hallottam, hogy a textúrákat, hogyha felveszed high-ra, és a számítógéped egyébként bírja is ezt a terhelést, hiszen ez kevesebb FPS-t eredményez, de hogyha felveszed a textúrákat high-ra, akkor elvileg az input lag az kicsit kisebb. Na most ezeknek az új beállításoknak a lényege az tényleg az, hogy az input lagot próbálom csökkenteni. Ugye ez az input lag, ez az, hogy én megnyomom a gombot az egeremen, és mennyi idő alatt történik is meg az a dolog ugye a képernyőn, ugye ez függ a pingtől, függ a számítógépettől, tehát vannak tényezők, de alapvetően ez attól is függ, hogy a szerver milyen, de leginkább attól függ, hogy a hardware-ed hogyan teljesít, amit használsz, és most ugye az Nvidia kiadott új cuccokat arról, hogy próbálják csökkenteni amennyire csak lehet az input lagot, hiszen tehát próbálnak nagyon rámenni az Nvidia-nál arra, hogy a kompetitív videójátékok minél kompetitívebbek legyenek. Na most látjátok, az FPS-em 237-re van lelokkolva, ez lehet, hogy változni fog, lehet, hogy le fogom szedni a lokkolást, és engedem, hogy 240 legyen az FPS-em. A G-Sync megfelelő működésé miatt kellett ugye lokkolnom 237-re. Itt a beállításoknál azt tudjátok látni, hogy 60 az FPS-em. Ez csupán azért van, mert a Game User Settings file-ban átírtam 237-re az FPS-t, és ilyenkor a játékban így jelenti meg, hogy 60, de egyébként 237-re van lekötve. De most a View Distance is egy olyan dolog, ami kérdéses, hogy mennyire állítod. Igazából minél magasabbra állítod, annál inkább eszi az FPS-t. Én nem láttam, éreztem soha azt, hogyha felvenném médiumnál magasabbra, akkor jobban látnék bármit a távolban, szerintem a médium az teljesen megfelel, de levelted ezt low-ra is. Ezek a dolgok általában, amik off-on vannak nálam, azok legyenek nálad is off-on. V-Sync az semmiképpen ne legyen bekapcsolva, a motion blur se. Az FPS-t ezt kapcsolod be azért, mert fontos, hogy lásd, amikor mennyi FPS-ed van. És akkor ugye itt van az új DirectX 12-es téma. Most ennek a DirectX 12-nek elméletileg annyi hátránya van, hogy amikor elkezdesz játszani, akkor kicsit szaggat a játék, nem megy maximálisan a cucc, viszont hogyha bemész 2-3 meccsre, akkor utána már elméletileg érzékeny fogod azt, hogy jobb az FPS-ed. Nyilván ez úgy leginkább az újabb videókártyáknál működik, mert a multithread rendering, ez a GPU crash debugging, ez nem igazán kell, latency markers, ezt told fel, hogy on legyen, és akkor itt jön a lényeg, amiről ugye szó van, ez az Nvidia Reflex Low Latency Mode, ugye ez az új cucc, ezt akkor tudod csak elérni, hogyha a legújabb Nvidia drivert fel is találtad a számítógépedre. A lényeg, hogy on plus booston legyen, ez lesz az, ami ugye elképesztő módon elvileg csökkenteni fogja az input lagot. Én nem igazán tudtam még tesztelni egyébként, hogy mennyit javult nálam a játék, abból kifülök, hogy hajnalba állítottam ezeket a cuccokat, és nem igazán volt rá idem. Latency flash az lehet off, és a DLSS, ami úgy szintén egy új beállítás lesz, hogyha upgrade-elted a driveredet, az is mehet off-ra, illetve nyilvánvalóan a ray tracinget is kiveszed, hiszen szétzabálja a számítógépedet. Na ezen kívül még van egy beállítás, amit most nem fogok megmutatni, de elmondom. A lényeg az, hogy belépsz az Nvidia vezérlőpultba, és az Nvidia vezérlőpulton belül megtalálod azt a részt, egyből azt fogja feldobni egyébként, hogy 3D beállítások, és ezen belül a 3D beállításokon belül az alacsony késleltetési mód nevezett beállítást azt vett ki, annak nem kell bent lenni, és elméletileg, mint mondtam, még igazán volt időm tesztelni a dolgokat, de elméletileg sokkal kisebb az input lag, ugye az input lag nem igazán, tehát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül itt a kreatívba fogom a leginkább érzékelni, hanem majd, hogyha játszunk megint kompetitív meccseket, akkor ott nagyon-nagyon-nagyon érzékelhető lesz. Tegnap játszottunk ilyen kompetitív meccset, ugye nem játszottam egy jó pár napja a játékkal, de amikor játszottunk, tehát elképesztő input lag volt. Szóval nem is arra volt a gond a versenysorán leginkább, hogy magas az embernek a pinge,
Itt a kreatív egyébként mindig alacsonyabb lesz a pinged, mint bárhol máshol nyilvánvalóan. Nekem itt ilyen nullás pingeket ír, nyilván nem nullás a pingem, ugye ez az exit lag miatt van, hogy úgy néz ki, mint a nullás lenne, egyébként elég alacsony a pingem alapvetően, de nem nullás. A lényeg az viszont, hogy nem tudom, hogy melyik ötödnek milyen konfigja van. Igazából, hogyha valakinek szuper durva konfigja van, a lehető legkomolyabb cuccokkal rendelkezik, akkor is érdemes mindig ezeket a beállításokat megcsinálni, akkor is érdemes foglalkozni azzal, hogy megfelelően legyen beállítva minden, mert ez egy olyan játék, és egyébként a Valorant, Counter-Strike, ezek mind-mind olyan játékok, ahol tényleg 1, 2, 3, 4, 5, 10 millisekundum tényleg ég is föld lehet, a győzelem és a vereség között lehet a különbség. Ezekben a játékokban direkt módon az eredményedet befolyásolja az, hogy milyen hardware-t használsz. Egyszerűen nagy előnyt nyújt tényleg az, hogy egy 144 Hz-es monitorod van. Nagy előnyt nyújt az, hogyha tudod hozni ezt a 144 FPS, 144 Hz-es monitor, és nyilván a Fortnite-ban az alacsony ping a legnagyobb király. Na most ez már nem annyira fogod tudni befolyásolni. Nekem is sajnos nagyon magas pingem van, ez az egyik legnagyobb hátrány, ami csak lehet, hogy a pinged az nem a legcoolabb. Ezek mellett nekem packet loss-om is van, szinte mindig. Ez nem is tudom, hogy mivel orvosolható, tényleg már több mint, hát szerintem legalább 2 éve próbálom a packet loss dolgokat megoldani, nem igazán jött még össze. Próbáltam tényleg a szolgáltatónál, a játéknál, a számítógépemen, mindent próbáltam egyszerűen arra, hogy a packet loss dolog az ne legyen, de sajnos továbbra is bebe villannak az 1-2 százalékok. Ez lesz a következő, amit próbálok majd fixálni, illetve nyilván én is amennyire lehet próbálok rámenni arra, hogy az input lag minél kevesebb legyen, mert tényleg itt a kreatívban nem annyira érzi az ember az input lagot, nyilvánvaló okokból, de a játékban, és főleg hogyha egy versenyben vagy, akkor nagyon fogod érezni. A versenyszerverek alapban nem a legjobbak egyébként, amit úgy szintén nem értek, hogy hogy lehet. Általában észre fogod venni, hogyha bemész egy squad fieldbe, team rumblebe, ilyen jellegű játékokba, sokkal jobban fog futni a játék, mint amikor versenyzel. De ja, így röviden ennyi. Nagyon remélem, skacok, hogy ki tudjátok próbálni, és segíteni is vannak ezek a beállítások. Ez az új Nvidia driver mindenképpen kell, hogy egyáltalán lásd ezeket a beállításokat, és tudd őket használni. Úgyhogy próbáljátok ki. Vannak emberek, akik egyébként, ezt előjáróban mondom, vannak emberek, akik arra panaszkodtak, hogy amikor felrakták a legújabb drivert, akkor nekik FPS problémáik voltak. Úgyhogy a legjobb valószínűleg az, hogyha készen állsz revertölni a legújabb patchet az előző patchre. Ez valószínűleg csak egy pár napig tart, hogy valakinek rosszabb lesz a teljesítmény, a többségnek nyilván jobb lesz a teljesítmény jóval, és a jövőben ez így haladni is fog tovább, hogy egyre jobb és jobb és jobb és jobb teljesítményt fognak tudni hozni ugye ezek a driverek, illetve az új hardverek is, ugye megjelent most az a 8000-es széria. Igazából erről a 8000-es, vagyis 3000-es széria, bocs, az 3000-es széria igazából tényleg nagyon-nagyon kecsegtetőnek tűnik, hiszen olcsó videókártyák, nagyon durván erősek, hatalmas teljesítménnyel. A probléma jelenleg az, hogy nem igazán, tehát úgy néz ki, hogy nincs elég kártya, tehát egyszer mindenki vásárolni akar, az is vásárolni akar, akinek nincsen sok pénze, és pont ezért lenne tökéletes neki egy ilyen 3000-es széria kártya. Viszont azok is vásárolni akarnak, akiknek rengeteg pénzük van. És ebben problémák vannak ugye, hiszen vannak olyan emberek, hiszen ugye nincs elég kártya jelenleg, és vannak olyan emberek, akik mondjuk az 500 dolláros kártyát meg szeretnék venni 1500 dollárért, mert nekik így is megéri. És ja, olyan extra pénzeket fizetnék ki az emberek, hogy hihetetlen megy a csiki-csuki az interneten, hogy ki hogy tudja megszerezni a kártyát, úgyhogy várni kell valószínűleg majd még egy picikét azért, hogy az emberek birtokolhassanak egy-két ilyen 3000 széziliás kártyát, de valószínűleg meg fogja érni a várakozás, hiszen tényleg maga a kártya az iszonyan durva. A legszebb az egészben ugye az, hogy tényleg most már évről évre egyre komolyabb technológiák, egyre komolyabb cuccok jelennek meg, processzorok, videókártyák, minden. Az utóbbi időben végre tényleg elindult, az utóbbi években inkább végre elindult lefele. A kártyáknak az ára ugye a múltban elképesztően drága volt a videókártya, ugye a Bitcoin miatt, illetve a RAM-ok is brutálisan drágák voltak, és hát ugye a RAM is nagyon kell, hogy jó legyen, meg a videókártya is nagyon kell, hogy jó legyen. De most már végre elindult az, hogy egy kicsit chillesebb az egésznek a hangulata, és tényleg emberi, tehát tényleg normál összegekért lehet venni kártyákat, és most ezzel a 3000 szériával meg már
tényleg nagyon olcsó lesz ahhoz képest a kártya, hogy mit is tud. Tényleg ilyen 150 ezer, 200 ezer forintért olyan kártyát tudsz venni, nem tudom most pontosan, hogy mennyibe kerül, ami 5 évig, ki tudja, lehet még tovább is bőséggel jó lesz. Az összes játékodat futtatni fogja, nagyon jó befektetés, nyilván tudom, hogy rengeteg embernek egy komoly összeg ugye ez a pénz, azonban ezek mindig befektetések, tehát vehetsz olcsóbb cuccot, ami a játékok felét nem fogja elvinni, és 5 évvel később meg már lehet, hogy semmelyiket sem fogja kb. Elvinni. Úgyhogy nem biztos, hogy mondjuk megéri mondjuk 100 000-ért venni egy kártyát, mert egyszerűen olyan különbségek vannak a technológiában, hogy tehát, egyszerűen rossz befektetés, hogyha spórolni próbálsz most a kártyán, mert tényleg nagyon olcsó a kártya ahhoz képest, hogy mit tud, és a jövő tekintve pedig tényleg kényelmes lesz, hogy egyszerűen nem kell fejeszened annyira a gépedet. Úgyhogy ja. Remélem, hogy találtatok, vagy remélem, hogy hasznosnak találtatok ezt a kis rövidke kis epizódot, és hát meséljetek róla, hogyha használjátok ezt az új reflex beállítást, akkor mi a véleményetek, segítette vagy sem, meséljetek a DirectX 12-ről, illetve az új driverről. Mint mondtam, hogyha belépsz az új driver, a DirectX 12-vel a játékba, akkor az első pár gémet során valószínűleg szaggatni fog a játék, még ilyen fura lesz, nem olyan lesz, mint a több FPS-ed lenne, sőt valószínűleg kevesebb FPS-ed lesz, de később, egy pár gém után viszont már jobb lesz a helyzet. Ha élvezted a videót, iratkozz fel, hogy le ne maradj a következőről, és oszd meg másokkal is. Ha nyomnál egy lájkot, nagyon hálás lennék, és sokat segítene. Ha élőben is néznél, minden nap livestreamelek délután 4-től, kivéve csütörtökön. Linkek a leírásban és a kommentek közt. Remélem összefutunk ott is, és köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Oh!